Férfi címvédő labdarúgó csapatunk utolsó felkészülési mérkőzését a felvidéki Dunaszerdahellyel vívta a szentélyünkben, a Grupama arénában. Ellenfelünk hazai mérkőzéseinek kihagyhatatlan eleme az ismerős arcok szerzeménye, a világ magyarságának összetartozását szimbolizáló Nélküled című dal, amely az ellenünk vívott találkozó előtt is felcsendült méghozzá a zenekar frontemberének Nyerges Attilának az előadásában, akinek az életében a zene mellett a sport is meghatározó volt. Édesapád ugye professzor dr. Nyerges Mihály, TF-nek is tanszékvezetője volt, országos bajnok 10 próbázó volt, jól tudom, hogy ugye válogatott kerettagja. Így van. Tehát valóban a családotokban is nagyon komoly szerepe volt a sportnak. Édesapád például szerette volna, hogy te is mondjuk nyomdokaiba lépsz és meg atletizálsz? Hát persze, míg a kiskölyök voltam, akkor eleve ugye adott volt, hogy én tulajdonképpen sportpályákon nőttem fel, ott gyerekeskedtem, míg apám még versenyzőként is láttam őt, és aztán edzőként éveken keresztül úgy oldották meg az én napközbeni minden terceimet, hogy ott voltam apámmal, és még az edzéseket tartott, én mondjuk ott a távolgrogödörbe homokoztam, és próbáltam lefoglalni magam. Jó, apám elsőként természetesen az ő szerelmével, az atlétikával próbálkozott, és a Beacban kezdtem én is atletizálni, de hát aztán, ahogy nyiladoztam, és ismertem meg egyéb lehetőségeket, úgy próbáltam ki mindenféle mást a gimnáziumban. Tollaslabdáztam a MAVC-ban, aztán utána kosárlabdával próbálkoztam. Volt, hogy 7 évig Békásmegyeren laktunk, és akkor apám első dolga az volt, hogy levitt a Dunára, és ott a Ganz villanyban párevezős hajóba eveztem. Tehát tulajdonképpen mindent csináltam egészen addig, amíg aztán a gimnázium második-harmadik évében gitárt vettem a kezembe, megtanultam néhány akkordot, és föltűnt, hogy a lányok egész más szemmel nézik az embert, hogyha van egy hangszer a kezébe is, és szép lassan a sport a háttérbe szorult, és előre tört a muzsika. A gimnáziumi első akkordok és a Stexas zenekarban eltöltött évek után alapította meg Attila zenésztársaival az ismerős arcok zenekart. A több mint 20 éve működő Máté Péter díjas együttes meg annyi slágerrel örvendeztette meg a közönségét, de talán ezek közül is kiemelkedik a Nélküled című szerzemény, ami az évek során a szlovák első osztályban vitézkedő, és ott a tavalyi szezonban ezüstérmet szerző Dunaszerdahelyi labdarúgó csapat nem hivatalos himnuszává vált. Hát az, hogy ez a sportéletben ilyen szerepet tölt majd be ez a dal, arra egyáltalán nem számítottam. Arra sem nagyon egyébként, hogy ekkora karriert fut be. Én azt gondolom, hogy egyébként minden zenésznek az az álma, hogy legalább egy olyan dal sikerüljön összehozni, amit aztán kötelezően az bárhol megszólal, mindenki tudja, hogy ezt ők írták, hogy ez melyik zenekar, és hogy ezt nem lehet mellőzni, ezt a nótát. Tulajdonképpen a dacnak köszönhető az, hogy ez a sport terén is, a futballpályákra is betört ez a nóta, és ezért hát nem lehetek elég hálás nekik. A Nélküled szövegét Attila, míg a dallamot zenésztársa Lecó Szilveszter jegyzi, ám mint kiderült, az első tervekben a dal egészen más köntöst kapott volna. Senki nem volt olyan nagyon lelkes, azt kell, hogy mondjam. Tehát szép, ugye egy zongorával hallgattuk meg, és én mondtam a Lecsónak, hogy na nyugi gyerekek, ebből csinálunk valami nagyon klassz dolgot. És aztán akkor lehoztam a szöveget, és eleinte még olyannak képzeltük el, nem egy 100 zongorás dalnak, hanem amiben játszik a teljes zenekar. A többiek szóltak viszont, hogy szerintük meg ez szebb lenne így egy zongorával, ünnepélyesebb az egész és emelkedettebb. És aztán ennél maradtunk. Nem is olyan régen a Puskás Arénának a nyitó ünnepségén, és ez két felvidéki gyermekkel is énekelt a teltház előtt, 68 ezer ember előtt. Akkor így mi futott át a fejedben? Hát az első az volt, mikor meghallottam, hogy egyáltalán ez ott lesz ez a dal a megnyitón, mert ezt én már tudtam, mondjuk 2 nappal előtte. És hát annak ellenére, hogy én akkor jöttem ki a kórházból egy motorbaleset után, tehát fizikailag nem tudtam volna megoldani, bár szerintem, hogyha hason kell oda kúsznom, akkor is megcsinálom, ha felkérést kapok, de nem kaptam rá felkérést, és ez egy picit bosszantott vagy zavart. Hát mikor kiderült, hogy két felvidéki kis gyerkőc fogja elénekelni, akkor viszont nagyon megnyugodtam, és ráadásul látva az előadást, abszolút békével töltött el ez a dolog. Egy ilyen nagyszabású előadás fontos része a teljes koreográfia lepróbálása, még jóval a mérkőzés előtt. Attila szerint egy ilyen stadionban énekelni, mint amilyen a Grupama Aréna, igazi kihívás a zenészek számára. Megmondom őszintén, amikor a DASZ-nál voltam kín, akkor ott nem volt fülmikrofonom sem, vagy fülmonitorom, bocsánat,
hanem egyszerűen csak beballagtam a pályára, és elkezdtem énekelni, és ott ugyan még akkor csak az egyik lelátó volt kész, és nem volt ennyire zárt az egész, de azért az félelmetes tud lenni. Nem egy művész láttam már megfázni ilyen helyszínen, hiszen a hang másképp szól itt, és másképp szól ott, nem ér utol, a közönség is vagy lassít, vagy gyorsít az egészen, tehát elég nehéz móka ez így, de a fülmonitorral úgy tűnik, hogy nem lesznek gondjai. Mindig felvetődik, hogy van benned még ennyi fellépés, ennyi koncert után is, mondjuk, az nem mondom izgalom, inkább egy ilyen egészséges drukk. Egészséges drukk az szinte mindig van. Itt most konkrétan a Majré költözött belém, mikor ezt a felkérést megkaptam, és két napig meglehetősen cudarul éreztem magam, de megvan ez a meglehetősen jó tulajdonságom, hogy amikor már nagyon közel lébe vagyok a tennivalónak, akkor ezek a dolgok elmúlnak, és marad az, hogy minél jobban végrehajtsam a rám bízott feladatot. Nagyon jó szórakozás kívánok az esti mérkőzéshez, és köszönöm szépen, hogy ezeket elmondtad nekem. Nagyon kedves vagy, köszönöm. Ezt követően pedig az előadás is kiválóan sikerült, és Attilával együtt több ezer magyar torokból szólt az Ismerős arcok nélküle című szerzeménye. Mind orva hullott mag, mi többé nem erel, ha nem vigyázol rá. Olyanok leszünk, mi is nélküled, bár a lényeget még nem értheted. Amíg nem éltél, nehéz éveket, hogy történjen bármi, amíg élünk és meghalunk, egy férből valók vagyunk. Magyarország mindörökké! Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent. Nekem az erőt, mitől minden beérik. A kis országot, hol együtt sokra megyünk. A frissességet, amitől büszkeség dagasztja keblünk. Új utakat, irányokat. A polcok bőségét. Azt, hogy itt otthon vagyok. Nekünk a hazai gazdaságot jelenti. Miért a szívünk dobban? Lidl. Minden jót. Jó áron.